Köszöntöm nézőinket, bármit tart a tanév, de a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában sportnapokat tartanak. Erről beszélgetünk Fölvári és Simonina igazgatóasszonnyal. Mi is ez a sportnap, hiszen másik iskolában még tanítanak, önöknél pedig már tegnap is, ma is sportra hívták a gyerekeket. 2015. októberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy pályázatot írt ki. Ennek a pályázatnak az a címe, hogy sportolj tulajdonképpen, és megpályáztuk. Tehát éltünk ezzel a pályázati lehetőséggel, és 500 000 forintot nyert az iskola. És az elküldésének a határideje június 30-a, és úgy állították össze a kollégák a programot, hogy most 13-án hétfőn, és 14-én kedden, tehát a mai napon akkor felhasználjuk ezt a pályázati forrást, és arra költjük, amire pályáztunk nyilván. Érezd jól magad, sport és egészség pontosan, ez a pályázatnak a neve. Mind a két iskolában javában zajlanak a programok, itt a KV2-ben, a KV5-ben is. Azt hiszem, hogy itt most tényleg mindenki választhat sportot, hiszen láttunk kézilabdától kezdve a fociig mindent. Igen, ennek a pályázatnak a lényege röviden sportágaknak a népszerűsítése, illetve az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás. És az egészséges táplálkozásra visszatérve voltak itt hubaiék például, és akkor nyilván, hogy a bioételekről, a biotáplálkozásról. Aztán különböző szakosztályokat, szakosztályvezetőket hívtunk meg, és bemutatót tartottak. Aztán mérésekre is sor került a gyerekek esetében, tehát ilyen testsúlymérés. Tehát még egyszer mondom, sport és egészség, ez a pályázatnak a lényege. És akkor valóban mind a három épületünkben most zajlanak párhuzamosan egymás mellett. Ezek az egyébként nagyon gazdag programok, reggel 8 órától délután 16 óráig. Akkor azt gondolom, hogy a refisák azok úgy mennek el nyári szünetre, hogy előtte még egy kicsit élvezték azt, hogy utolsó két tanítási napon is picit játszottak. Hogyan zárják a tanévet? Igen, a tanévet úgy zárjuk, hogy pontosan az utolsó tanítási napunkon, június 17-én pedig kirándul az iskola. És Nyíregyházára mennek az osztályok, a Diák Önkormányzat szervezésében, a Vadaspartba. Úgyhogy holnap még lesz egy nagy, hát idézőjelben megmérettetés, reggel 6:45-kor lesz az indulás külön vonattal, és este 18 óra 27-kor lesz az érkezés, tehát még egyszer kirándul az iskola, és mind a 20 osztályunk részt vesz ebben a programban. Hát akkor én azt kívánom, hogy akkor a szeptemberre mindenki töltődjön föl, és újult erővel kezdje el az iskolát. Igen, köszönöm szépen. 20 évesek vagyunk egyébként ebben az évben, 1996-ban indultunk, tehát most vagyunk 20 évesek, és most ünnepeljük a fennállásunknak, újraindulásunknak a 20 éves jubileumi évfordulóját, és tervezés szerint szeptember 18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a hálaadó ünnepi istentiszteletünk, és nyilván amikor kezdünk szeptember 1-én, ezek a programok még programhetek tovább fognak folytatódni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Milyen programok valósulnak meg erről, Rossz István testnevelővel beszélgetünk, hiszen látjuk, hogy a labdajátékok ezen a pályán mennek, de mi minden van még? Igen, ebbe a két programba megpróbáltunk mindent besűríteni. A első nap programjába délután került volna sor a íjászatra, a tollaslabdára, a sakra és az asztali teniszre, mint egyéni sportág, de sajnos az eső közbeszólt, és így ezt egy kicsit át kellett szerveznünk, és így kedd délelőtre kellett áttenni nagyon sok olyan programot, amit kint a szabadban nem tudjuk megvalósítani, és a csapatsportoknál a kézilabda, a labdarúgás és a kosárlabda került előtérbe. Még
a birkózó szakosztály és a karate kiukus is szakosztály is képviseltette magát egy-egy fél órás bemutatóval és egy ilyen kis edzésprogramokkal. Az is nagyon látványos volt, és nagyon tetszett a gyerekeknek. Volt egy kis torna bemutató egy diákunk Bugán Lili személyébe, ő is egy nagyon szép kis torna bemutatót tartott. Voltak még a sporttal kapcsolatos élménybeszámolók, Trencsényi János a futsal válogatott csapatkapitánya és 116-szoros válogatott játékos, ő tartott egy élménybeszámolót a gyerekeknek, és az öreg diákjaink, akik ide jártak az iskolába, és most főiskolára, egyetemre járnak, de sportolnak a főiskola mellett vagy egyetem mellett, ők jöttek el, és ők számoltak be a sportkarrierükről. Így röviden, így a két napról ennyit szerettem volna. Az alsó évfolyamoknál is, az első, második és a harmadik, negyedik évfolyamoknál is ilyen nagyon látványos sport szakosztályokat nem tudtunk hívni, mert sajnos külön egységbe vagyunk, de ott is kerékpár ügyességi bemutatók voltak, és kerékpárversenyeket szerveztünk. Kölyök atlétikát a harmadik, negyedik évfolyamban, az első, második évfolyamban váltóversenyt a szülők segítségével, a csapatok osztályonként két szülő részt vehetett a csapatba. És így gyorsan elsorolva ezekkel a sportprogramokkal próbáltuk megszínesíteni ezt a két napot. Azt gondolom, hogy a gyerekek ezt nagyon élvezték. Itt most azért vérre menő csatákat is láthatunk itt a focisták között azért. Hát igen, itt azért próbáltunk úgymond minden sportágat megmozgósítani, minden sportágat bemutatni, és azért próbáltunk úgymond egy kis eredményt is belevinni, egy kis oklevéllel és egy kis plakettel szeretnénk az első három csapatot vagy egyéni díjazottat jutalmazni, úgyhogy itt már a háttérben már döntők zajlanak a labdarúgásba, úgyhogy már itt, már ha azt mondhatnánk, hogy itt már azért öldöklő küzdelem is van, itt már azért jobban akarnak, jobban odafigyelnek a gyerekek, és itt már úgymond a legerősebb csapatok vesznek részt a döntőbe, hát és mindenki szeretne győzni, mindenki szeretne nyerni, és próbálják a győztes gólokat itt hátul berúgdorsni. Hát akkor azt gondolom, hogy mai nap már sikeres, és egyébként a nyáron lesz-e valami sport lehetőség az iskolában? A sportolással kapcsolatban nyári táborokat szervez az iskola, majdnem minden évfolyamnak van valami egyhetes, kéthetes nyári táborok, ott biztos, hogy tudnak mozogni a gyerekek, szakosztályon belül pedig majdnem minden szakosztály ilyen nyári táborokat szervez, ott akik nem csak leigazolt játékosok, hanem iskolás gyerekek is részt vehetnek, ők a szakosztályuk biztos, hogy hirdetik is, ahol tudják, és mi is elmondjuk, ha a szakosztályoktól kapunk ilyen felhívásokat, hogy hol lehet keresni őket, és így próbáljuk a gyerekeket ösztönözni arra is, hogy nyári szünetben úgymond ne csak a fürdőbe vagy a napon melegedjenek, hanem egy kicsit mozgással is töltsék el a szabadidejüket, és úgymond egy kis hasznos testmozgással. Akkor én kellemes és hasznos nyarat kívánok önnek is és a diákoknak is. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy biztos, hogy meg lesz ez a hasznos testmozgás, úgyhogy meg egy kis kikapcsolódás is. Kedves tanulók, kedves tanárbácsi, kedves vendégeim! A két nap bezárásának programjait szeretném ismertetni először is. Lesznek műsorszámok, és közben értékelni fogjuk a két napnak az eredményét, a verseny eredményeket. Első műsorszámunk már nagyon izgulnak, a második Bések féltáncát nézhetitek meg. Azután az előzetes versenyszámokat fogjuk értékelni, majd egy néptánc bemutató követi, aztán egyéni, illetve a csapatversenyek eredményeit fogjuk ismertetni, majd folytatjuk egy másik néptánc csoport bemutatójával, illetve nagy-nagy izgalommal várjuk a Kunkuckó csoportnak a bemutatóját. És ezután fogjuk lezárni ennek a nagyon szép két napnak a eredményeit. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és sikeres fölépést a csoportoknak.
Köszönöm szépen, és gratulálunk ehhez a nagyon szép produkcióhoz.
Köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok, és most folytatódik szintén egy tánccal a Táncikás csoport műsorszámát szeretném bejelenteni, és várjuk őket is szeretettel. Thank you.
megköszönni a felkészítő táncpedagógusoknak, Orosz Némi Limonferrita táncpedagógus, illetve a második B-osztály fölkészítő táncpedagógus tanárbácsinak, Puskás Lászlónak is szeretnénk megköszönni, és gratulálunk ennek a csodálatosan szép produkcióhoz, hiszen látjuk már a Facebookon még csak részleteket, de nagyon örömmel szolgált, hogy most így teljes részletben láthatjuk. Gratulálunk, és nektek is gyerekek, hiszen nagyon-nagyon ügyesek voltatok. És köszönjük szépen, és azt a pótot ajándékoztuk, ami itt a két nap szállóigéje is már egyben, hogy érez jól magad és végig egészséges. Hát reméljük, hogy ezt tovább tudjuk vinni. És akkor picike műfajváltás, bár nem, mert hiszen a művészetek területén maradunk, és úgy látjuk, hogy fölkészült a színjátszó csoport. Nagyon sok ismerős van az köztetek, hiszen a könyvtárban sokan jártok. Viszont a diák színjátszó szakkörről annyit szeretnék mondani, hogy a város általános iskoláinak tanulói járnak hozzánk. Vannak a Kiskulcsosból, a Kovácsból, a Györfiből, és is a legeslegtöbben innen a Refiből. Heti rendszerességgel találkozunk, és remélem, hogy ezzel a kis előadással sikerül nektek kedvet csinálni ahhoz, hogy jövőre ti is színjátszósok lesztek. Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert kihozol a sodromból, és mindig későn szól, mert ilyenkor már kint van. Hogy ezt kiírta, hát ezt Janikovszki Éva írta, akinek a neve bizonyára sok mindenkinek ismerős. Az ő műveit 35 nyelven olvashatjuk, mi itt a Kire ütött ez a gyerek című művet dolgoztuk fel. A Janikovszki Éva műveknek a főszereplője mindig egy fiú, akinek nem ismerjük a nevét, de majdnem minden könyvében találkozunk vele. Ezt a kamaszt itt most a játszók fölállnak egy pillanatra, hogy megmutatjuk. Itt ő most mind ugyanaz a fiú, illetve lány, hiszen a kamaszok mindenhol ugyanolyanok. Jó szórakozást kívánunk, tettek pedig az a jó hangot. Te szeretnéd, így vajon, de kicsit azért félek, mert lassan már kopogtat a nagybetűs élet. Vajon mit tartogat a jövő számomra? Felhők felett leszek, vagy benne a szállóba? Lesz-e családom, házam meg barátok? Étteremben vagy, híd alatt kajálok. Itt hol leszek vagy? Külföldre mentem, vagy csak egyszerűen az ötös lotton nyertem. De tudod mit? Nem szeretnék nyerni, én tudom, hogy az élet nem csupán ennyi. Nekem nem erről szól, hogy pénz meg a kocsi, rántott hús helyett teszek inkább robbit. Csak hadd csináljam, amit én szeretnék, ahelyett, hogy gyárban 80 ezret keresni. Boldognak lenni, eléggé könnyű az élet meg, nem is olyan szörnyű. Porból is lehet, hamar egy vár, ha nem vagy kitartó, szabad elszáll. Boldognak lenni, eléggé könnyű az élet meg, nem is olyan szörnyű. Porból is lehet, hamar egy vár, ha nem vagy kitartó, szabad elszáll. Sok embernél boldogabb egy hajléktalan mára, pedig... Hát te meg hogy nézel? Előre megmondtam, hogy nem lesz jó vége. Mikor akarsz a szobádba rendet rakni? Miért nem válaszol, süket vagy? Hogy beszélsz a szüleiddel? Mégis mit képzelsz magadról? Kikérem magamnak ezt a stílust? Mégis kire ütött ez a gyerek?
amíg kicsi voltam. Este jó, este jó, este mégis jó. Apa mosik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék, vízmutat fütyül. Bogár karika forog, a lámpa körül. Ki emel, ringat engem el. Kinyitnám én a szemem, de már nem lehet. Elolvadt a világ, de a közepén. Anya ül és ott ülök, az ölében én. Szóval, amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymamám azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Messzi mamám azt mondta, a zöldökbe is, hát szakasztott az apja. Lolán néni azt mondta, a megszólalásig szegény András. A nővéreim azt mondták, ilyen kis testvérrel álmodtunk. Nagyon cuki. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsi. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint a nővéreimnek, anyukám egy tüzetbe írta be, mikor fordultam először a hasamról a hátamra. Ültem fel először. Mikor álltam fel először a járókában? Mikor ittam először piros pettyes bögréből? És mi volt az első szó, amit kimondtam? Amíg kicsi voltam, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogság. Nagymama szeretnék. Kicsi bogaram, veszem azt az aranykezet. Drága csillagom. Amíg kicsi voltam, és aranyos, apukám egy albumba ragasztotta be, hogy hogy néztem ki 2 hónapos. 4 hónapos. 4 éves. 10 hónapos. És 1 éves koromban. Ebben az időben került az első kinőtt tipegő cipőm anyukám ágya fölé a polcra. És ekkor tett el apukám a tárcájába azt, amit neki rajzoltam. És ekkor vágott le a nagymamám, abból a gyönyörű szép aranyhajamból egy fürtöt. Amíg kicsi voltam, mindenki megcsodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és... Na hát! Hogy milyen ügyes vagyok. És apukám lefényképezett az állatkertben. A játszótéren. Na ez az én fiam. Na mutassátok. Ez a fiam. Cézára, akitől nem féltem. És Jolán nénivel, akitől nagyon féltem. Hát ne szórakozzál a kis fiam. És az oldai záró ünnepén, ahol nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig az nem is látszott a képeken, hogy engem minden érdekel, olyan eleven vagyok, mint a csík, és úgy drág az eszem, mint a beretlan.
Amíg kicsi voltam, alig vártam már, hogy végre iskolás legyek. Első napon még nem kellett iskolába járni, éppen csak oda menni. Ezt egyedül is tudtam volna, mégis mindenki elkísért. Már mindig kellett volna. Hát, eddig elég. Aztán ügyes legyél az iskolában. Eleven készen voltam az iskolában, de Vera, aki mellettem ült, az még előbb. Szeretett lögdösödni, és ugye azt egyedül nem tud. Déneske, aki előtte ül, az csak azért nem eleven leányka, mert fiú, de azért hátrafelé ő is tud fogni. Az volt az érdekes, hogy amikor iskolás lettem, a felnőtteket csak egyetlen dolog érdekelte, hogy szeretek-e iskolába járni. Én először azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt válaszoltam, összecsapta a kezét, és teljesen oda volt. Hát miért nem szerezte iskolába járni? Talán nem tetszik neked a tanítóné? Mert? Neked tetszik? Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretnék iskolába járni, csak azt, hogy nem tudom, mert az az igazság. Van, amikor szeretek iskolába járni, és van, amikor nem. Amikor Klári néni olyat kérdez, amire senki sem tud felelni, csak én, aki szeretek iskolába járni. Amikor én hajítom a legmesszebbre a kislabdát, és Magda néni azt mondja, ejha, akkor szeretek, és akkor is szeretek iskolába járni, amikor Klári néni felemeli a füzetemet, és megmutatja a többieknek, hogy nézzétek, így kell ezt csinálni. Szóval, sokszor szeretek iskolába járni, de valamikor nem szeretek. Amikor olyan sokáig kell egy helyben ülni, hogy a lábam már nem írja, és elkezd magától dobogni a pad alatt, és rám szólnak, hogy ennyi Petra, akkor nem szeretek iskolába járni. Amikor már sehol sem akar vége lenni az iránt. Muszáj, hogy jaj, de jó, abon, de mi, nagyon jó, az ő. Én nem kapok, ezért zokogok, sajnálnak az ember. Tanító néni, kérem, az emese megint eszik. Akkor nem szeretnek iskolába járni. Én a tanító nénikkel úgy vagyok, mint az iskolában. Ha megdicsének, akkor szeretem őket, ha rám szólnak, akkor nem. Azért egymást közt mégis belátták, hogy... Igaz, ami igaz, ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves és szép. Mert ott van például a szegény István néplánya. Szervusz, kislányom! Vagy ott van a szegény Ilonkáék lánya. És a nagymamának eszébe jutott, hogy... Na és ott van a bénes. És abban már mindenki egyetértett, hogy a... Bénes kérdői jobban is beszél. Na, mit mondtam meg? Gyerekek, gyertek szépen! Miért?
Ne, ne! Enni kell, gyertek! Megyünk fagyizni! Jó, mi a fagyizni? Hogy jó, azt teszek neked, amit csak akarsz. Apukám meg anyukám ilyenkor szerényen összemosolyogtak, és azt mondták, hogy... Persze, még mindegyik kinőheti magát. Amióta megnőttem, és butaságokat beszélek, és elviseltetlen vagyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, azt mondja. Ez volna a világ. Szinte hihetetlen. Nem lehet ráismerni. Amióta nagy vagyok, és ütődött, és idétlen. Csak ülnek, és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek. A nagymama azt mondja. Én nem tudom kire, de az anyjára biztosnak. Messzi mamám azt mondja. Jolán néném azt mondja. Szerencsé, hogy szegény András, ezt már nem értem el. Apa azt mondja. Láthatja az anyja, hogy nem kellett volna mindent ráhagyni. Anya pedig azt mondja. Te vagy az apja. Hát, miért nem pofozod meg? Örömmel. Látod, én szóltam? Na, te mindig előre szólsz. És bár a család jól tudja, hogy minden kamasz elviseltetem egymás között, mégis belátják, hogy ami sok, az sok. A felnőtteknek is van türelmük, és ez így nem lehet tovább. Csak még azt nem tudják pontosan, hogy akkor hogyan is menjen tovább. Nagymamám szerint. Valakinek ugye nevelni kellene ezt a gyereket, mert csak nő, mint a dupa. Messzi mamám szerint. Szigorúban kellene dobni ezt a gyereket, mert felső a Jolán néri szerint. Jól kellene válogatni, hogy tisztában rendezik ez a gyerek, mert nagy korban közé keveredik, azt megeszik a nagyobb. Anya szerint. Többet kellene aludni ennek a gyereknek, mert sosem alussza ki magát. Apa szerint. Többet kellene tanulnia ennek a gyereknek, mert így nem hiszi semmi. És Jolán néri szerint. Szakkörvezető tanárnéninek, Szabó Péternek, Lati néninek is szeretnénk átadni egy pólót, reméljük, hogy szívesen viseli, illetve a tagoknak egy-egy jelképet a mi két napunkról, és további sok sikert kívánunk nektek. A következő tanítani is járjatok szorgalmasan a szakkörű foglalkozásokra.